Fogjuk folytatni. Barabási Hárda, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Politikusként kérdezem, mit szól az adatokhoz? Elszomorító, legalábbis nekem laikus. Elképesztően kiborító, de ami ennél is kiakasztóbb az az, hogy a kormány drogpolitikája gyakorlatilag nem létezik. A kormány drogpolitikája az körülbelül annyiból áll, hogy Orbán Viktor 2001-ben, tehát már bő 15 évvel ezelőtt egyszer találkozott az George W. Bush-sal, és megbeszélték, hogy a drog az az ördög pajtása, az ördög játszótere, és akkor kitalálták ezt, hogy, vagy nem ők találták, ugye Ronald Reagan találta már ki azt még évtizedekkel korábban, hogy legyen egy drogmentes világ. Orbán Viktor gyakorlatilag ugyanerről beszél, kitűzték azt ugyanis, hogy 2020-ig legyen Magyarország drogmentes. Igen, nem csak, hogy erre semmiféle erőforrás nem biztosítanak, nincs pénz, nincs drogprevenció, nincs rehabilitáció. És azok az adatok, amelyeket látunk, amelyek ugye azt mutatják, hogy minden ötödik iskoláskorú gyerek fogyasztott már valamilyen drogot, az egyébként nem azért rettenetesen veszélyes, mert hogy vannak olyan drogok, amelyek egyébként legalizálásáról beszélgethetnénk, tehát hogy például most zajlanak nemzetközi felülvizsgálatok azzal kapcsolatban, hogy a marihuánát orvosi célra mindenhol legalizálni lehessen, hanem azért nagyon veszélyes, mert ezek a fiatalok ellenőrizetlen drogokhoz jutnak, hiszen egyébként a már megismert hatású készítményekhez nem lehet hozzáférni, és egyébként is drágák, még a fekete piacon is. Ezek a fiatalok, akik ott vannak vidéken, kilátás nélkül, amiben egyébként valószínűleg az Orbán kormány taszította őket, hiszen elvette a felemelkedés lehetőségét. Szóval ott vannak vidéken, nincs munka, nincs egészség, nincs tanulás. Egyszerűen elkezdenek ezekhez a szerekhez nyúlni, ezekhez az ellenőrizetlen szerekhez, például a herbárra, csak hogy a nézők kedvéért is elmondjuk, hogy a herbál, bár nagyon hasonlít mondjuk kinézetre esetleg a marihuánára, nem az, a herbál az gyakorlatilag a lekaszált fű, amit bepermeteznek valamilyen vegyszerrel. Iszonyatosan veszélyes. Így van, tehát ennyire patkánymérget is lehetne enni, csak ugye az nem okoz semmiféle bódulatot, mint amit a herbál pedig igen. Jó, de a Fidesznek a hozzáállása, ha úgy tetszik, az első Fidesz kormányhoz képest jelentősen változott akkoriban. Éppen a legalizálás vagy a könnyítés felé mozdult el az akkori ifjúságpolitika, most meg aztán a teljes szigor van. Hát igen, és ez a teljes szigor ráadásul teljesen ostoba módon működik, hiszen azt mondja, hogy bünteti azokat, akik felhasználók, viszont nem próbálja esetleg őket leszoktatni, nem próbálja elterelni, ugye, ami egyébként egy létező forma. Hadd hozzam példának a Kocsis Máté jól ismert esetét, ugye a 8. kerületi így van a tűcsere program, ahol az történt, hogy betiltották a tűcserét, na most ettől ugyanannyi droghasználó ment egyébként oda, csak a tűk el vannak dobálva, és egyébként ijesztő adatok kerültek ki azzal kapcsolatban, hogy például a HIV-fertőzések száma jelentősen emelkedik, tehát közegészségügyi kockázatot jelent az, hogy ez a kérdés nincsen kezelve. Éppen ezért a PM álláspontja egyébként ebben a kérdésben az, hogy kidolgozott drogstratégiát kell letenni az asztalra, amely elsősorban rengeteg erőforrás a megelőzésre és a prevencióra, rengeteg erőforrás az elterelésre, és egyébként arra a rehabilitációra, amire egy ilyen droghasználónak vagy drogfüggőnek szüksége van, és hát ami a legfontosabb dolog, a szegénység felszámolása. Hiszen nem arról beszélünk, hogy egyetemista elszívott egy füves cigit. Arról beszélgetünk, hogy kilátástalan élethelyzetben lévők gyakorlatilag függőjévé válnak ezeknek a mérgeknek, de hogyha a szegénységet például az alapjövedelemmel fel tudnánk számolni, akkor valószínűleg ezek a függőségek is csökkenni tudnának. Egy dolog eszembe jutott, ha az elején arról beszéltünk, vagy beszélgettünk, ugye, hogy az Egyesült Államok milyen példa, jó példa, vagy nem. Ott például pont arról szól, hogy a legalizálás felé indult el nagyon sok állam, és ezzel jól láthatóan visszaszorult a kábítószer használat. Ez megoldást jelenthetne? Abszolút megoldást jelenthetne a legalizáció, bár tegyük hozzá, hogy amikor arról beszélgettünk, hogy a Magyarország szegény régióiban használják például a herbált, akkor hiába legalizálnánk a marihuánát nem csak mondjuk egészségügyi célokra, hanem szórakozási célokra is. Ezek az emberek valószínűleg ezt akkor sem tudnák megfizetni, tehát hogy nem csak egyszerűen az a kérdés, hogy hozzá lehet-e legálisan jutni olyan szerekhez, amelyek egyébként nem egészségkárosító hatások, vagy legalábbis nem károsítják jobban az egészséget, mint mondjuk egy korsó sör, mert az a probléma, hogy mély szegénységben élnek Magyarországon az emberek, tehát számukra teljesen mindegy, hogy a nemzeti kenderboltban lehet-e majd füvet venni, hanem az lesz a kérdés, hogy egyébként kenyeret sem nagyon tudnak venni, az életük a semmibe tart, és ezért hozzá fognak ezekhez nyúlni, tehát még egyszer mondom, a PM szerint prevenció, rehabilitáció, dekriminalizáció, legalizáció, és egyébként a szegénység felszámolása. Ez a legfontosabb, azt gondolom, ahhoz, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.